Ezen a héten még a szokásos tempóban folytatódik az oltás, jövő héttől azonban áttérnek a készenléti oltásra. Erről is beszélt Orbán Viktor a kormányinfón. Vagyis aki gyorsan szeretne oltáshoz jutni, annak érdemes regisztrálnia és időpontot foglalnia még ezen a héten. Az orvos beadja a vakcinát, az asszisztens pedig már ragasztja is le a szúrás helyét. Összehangoltan megy az oltás ebben a komáromi rendelőben, ami nem is csoda, hiszen hónapok óta végzik folyamatosan. Ma több mint 20-an kapták meg a második dózist. Március elején én is elkaptam a betegséget, illetve a családból többen is, úgyhogy amikor márciusban felgyógyultunk, utána megvártuk a 2 hónapot, egyeztettünk a házi orvossal, és amint lehetett, felvettük az oltást. Országszerte működik még az összes kórházi oltópont, igaz a korábbinál kisebb kapacitással. Kecskeméten ma 1500 vakcinát adnak be. 5 oltóponton oltunk, ugye ennek egy különlegessége van, hogy a rendelőintézetben van egy terhesek számára létesített oltópontunk is. Amúgy ugyanúgy, mint minden másnap, Pfizer 1-es, illetve 2-es oltást, Sinopharm 1-es, 2-es oltást, illetve a Sputnik oltásnak 1-es, 2-es oltását adjuk most. Már várni sem kell. Ahogy érkeznek az emberek, már szórítják is őket, és adják be nekik az injekciót. Fogászati kezelésekkel foglalkozom, illetve külföldi páciensek kezelésével, és hát az egészségem megőrzése miatt, illetve külföldi utazások miatt oltattam be magam. Folyamatosan lehet időpontot foglalni az oltásra. A nyíregyházi kórházban jelenleg 3 típusú vakcina érhető el. Készenlétben állunk, tehát bármikor nagyobb rohamra is fel tudunk készülni, hogyha sokan döntenek még úgy, hogy fel szeretnék venni az oltást. Mintegy 54 ezer oltást adtak be tegnap itthon. Mintegy 15 ezeren az első, míg 39 ezeren a második adag vakcinát is megkapták. Továbbra is lehet regisztrálni oltásra a vaccinainfo.gov.hu oldalon. Szakértők szerint, ha lesz negyedik hullám, az főleg az oltatlanokat veszélyezteti. A friss adatok szerint 206 új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 7 beteg. Tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma, és kevesebben szorulnak kórházi ápolásra is. A 481 beteg közül gépi lélegeztetésre 57-en szorulnak.